Köszöntjük a kedves követőket! Rég nem voltunk, jó néhány hét eltelt azóta, hogy itt találkoztunk és beszélgettünk a csíkszeredai, somlyói, fertőző és tüdő osztályok helyzetéről, az itteni beruházásokról, fejlesztésekről, hogy már még jól emlékeznek utoljára, adományokat kértünk önöktől, és két nap alatt ez össze is jött, hogy épüljön meg a lift. Most egy újabb fejlesztésről tudunk beszélgetni. Dombi István főorvos urat kérdezném, hogy kicsit nekünk erről meséljen, és arról, hogy mi lesz köszönhető ennek az új felszerelésnek, amit sikerült megvásárolni, megszerezni. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Egy új modern röntgengépről van szó, ami egy 20 éves röntgengépet fog helyettesíteni. Tulajdonképpen a jelszó az a digitalizáció, és a digitalizáció azt jelenti, hogy ezek a röntgenképek miután elkészültek, azután nagyon gyorsan a kezelő orvosnak az asztalára, illetve a számítógépébe fognak kerülni, és ezáltal ugye a kezelési eljárás hamarabb fog eszközölhetővé válni, illetve a betegnek a következő kivizsgálása is ugyanígy időt nyerhetünk ezzel. Nagyon sok időt, hiszen a 10 perc is, vagy az 5 perc is a beteg életének számít. Egy olyan rendszerről van szó, ami digitalizált, ami modern, aminek nagyon sok funkciója van, többek között a megszokott radiográfia, de ezen kívül a radioszkópia, és olyan lehetőségek is vannak, amelyek kontrasztanyag beadása utáni felmérést is lehetővé tesznek, úgyhogy nagyon, nagyon segíti a munkákat. Most láttuk ugye a Covid alatt, hogy nagyon sok páciensnek milyen fontos a röntgen. Tehát az egyik legfontosabb. Tehát akkor ezt most a Covidra is tudják. A Covidra is, igen. Várjuk a működési engedélyeket, hogy minél hamarabb legyenek meg, és ha megvannak, akkor 100%-ig fogjuk használni és ki is használni. Mennyivel lett volna jobb, hogyha ez mondjuk megvan már augusztusban munkájuk szempontjából? Voltak olyan helyzetek, amikor a váróteremben 20 beteg is várt, és az igazság az, hogy segített volna mindenféleképpen, ha már hamarabb is megvan. A géptől függetlenül most milyen a helyzet, van-e sok betegük? Én úgy láttam, a számok szerint azért csökkentünk elég szépen, Csíkszereda már zöld lett. Így van, a számok azt mutatják, és mi is azt érezzük, hogy egy kicsit lazább a helyzet. Lehetséges, hogy ünnepek után, január közepén, január végén nagyobb lesz az esetszám, de viszont egyelőre stabil. 30 körüli betegszám van jelenleg a két osztályon, ha jól tudom. És akkor ez üres, vagy azért vannak itt? Ez most üres. És tehát a moduláris kórház. A moduláris kórház, ott a napi internálásokat látjuk el. Uh-huh. Ott kerül először a beteg az asszisztens, illetve az orvos közelébe, és ott veszük le a vért, onnan pedig irányítjuk a radiológia felé, és a vizsgálat. Az is lehet, hogy valaki eljön egy napra, és utána hazamehet, ugye? Vagy így hogy van. Ez tulajdonképpen egy internálási forma. Ez az internálási forma azt jelenti, hogy klinikailag, biológiailag, radiológiailag fel van mérve a beteg, és amikor az eredmények megvannak, a kezébe van adva a kezelés, illetve mindenféle eredmény, és utána nem is kell egy nap, nem is kell 24 óra, hanem egy olyan 6-8 óra alatt megvan az eredmény és a felmérés is, és utána hazamehet, igen. Mit hozzon magával, akit egy napra ide küldenek, tehát vagy a pár órára felmérésre? Mindenféleképpen a személyazonossági, az egészségügyi kártya, és ezen kívül nagyon fontos az eredmény, hogy egy magánlaborba volt készítve, mert akkor nem tudunk utána nézni, és nagyon fontos az, hogy ugye mivel vért veszünk, ezért reggel ne étkezzenek a betegek. Ezen kívül a többit rendezzük mi. Jó, itt ugye elég nagy hullám volt, és egyszerre volt van is, hogy 100 valamennyi beteg. Szabadságok, minden elmaradt, most akkor az ünnepekre egy kicsit a személyzet is fel fog nem lazulni, egy kicsit a szabadabb lesz a helyzet. Szerencsére érezzük, és az igazság az, hogy mindig úgy terveztem, és mindig úgy terveztük, hogy mindenki tudja kivenni azt az 5 napot, azt a 7 napot, azt a 10 napot, ami illeti, és hogy tudjon is megpihenni. Utána, amikor visszatért, akkor meg új erőkkel tudjon munkába állni, és elkezdeni a munkát, de mindig azt próbáltuk, hogy tényleg mindenki tudjon megpihenni, mert egy nagyon megerőltető munkáról van szó.
Hát kitartást kívánunk továbbra is ez a munkához, és minél kevesebb pácienst, úgyhogy köszönjük szépen. A mikrofont azt visszakérném. Jó. Csak úgy le kell venni a csikket. Jó. Nem tudom, még a menedzserasszony végzette, akkor Konrád ügy menedzserasszonyt is kérném egy kicsit néhány szóba ezt a gépet, illetve a költségei néhány. Ezekről nem beszéltünk, csak arról beszéltünk a doktor úrral, hogy mire jó. Tehát ez a készülék, ez egy utolsó generációs készülék, aminek az ára 1.493.000 lej, ebből 1.343.000 lejt a minisztérium, és 150.000 lejt a megyei tanács finanszírozott. Ez azért fontos számunkra, mert mindamellett, hogy egy digitalizált készülék, automatizált, ezen kívül egy nagyon nagy felbontású képernyője van, nyomtatója helyben ki lehet nyomtatni az eredményt, adattárolója a betegek számára biztonságosabb, mint az eddigi, könnyebben kezelhető és könnyebben fertőtleníthető. Ez a Villa cégnek az Apollo DRF készüléke, és nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült ezzel gazdagítani a kórházunk orvosi képalkotó eszközparkját. Igen, és mi annak örvendünk különösen, hogy ugye 10 éven keresztül a megyei tanács 100%-ból kellett finanszírozzon minden beruházást, minden fejlesztést, most csak 10%-kal kellett hozzájárulnunk, mert sikerült elérni a parlamenti csoportjainknak végre, hogy az elmúlt két évben, ez év és a múlt évben legyen fölös kiemeltebb támogatás, ezt kell folytatni. Ebben bízunk az új kormányalakításnál is, hogy az egészségügyi ellátó rendszerünk, a Hargita megyei kórházatnak a fejlesztése továbbra is prioritásként maradni. Úgyhogy ennyit innen a Somlyói Kórháztól, viszontlátásra, és hát mindenkinek egy nagyon szép hétvégét, és elindult a piac a Szabadság téren, tehát mindenkinek ajánlom, hogy a nap folyamán nyugodtan jöjjenek, vásároljanak, hisz a helyi termelőinket támogatjuk, jó minőségű élelmiszer tudunk vásárolni, és ajándékozás időszakában pedig a kézműveseinktől ajánlom, hogy használjuk ki a lehetőséget, hogy onnan vásároljunk. Úgyhogy viszontlátás! Viszontlátásra!